A koronavírus járvány harmadik hulláma újra érzékenyen érintette a gazdaságot. A szigorú korlátozások miatt a legtöbb üzlet ki sem nyithatott. Ennek ellenére Matolcsy György 4-6%-os gazdasági növekedést és az elmúlt 100 év leggyorsabb gazdasági helyreállítását jósolja idénre. A helyzetet Oszkó Péterrel elemezzük. Olyan Matolcsy György, mint a Csak azért is bemondaná néha, de lehet, hogy igaza lesz, én kívánom mindannyiuknak. Oszkó Péter, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A műsor első részében beszéltünk arról a kultúra oldalán, a társadalmi szövet viselkedése kapcsán, hogy hogy telt az elmúlt egy év, mit tanultunk, mit nem tanultunk. Ez a gazdaság tekintetében is érdekes lehet, hogy ez az elmúlt egy esztendő, az első sokk után, ami érte a világot és Magyarországot is, mennyi tanulsággal járt, és mennyire tudjuk már kezelni ezeket a tanulságokat? Szerintem még nem tudjuk. Tehát szerintem még nagyon korai ez az egy év is sajnálatos módon, hogy kialakuljon az a fajta egyensúlyozási technika, ami egyszerre képes biztosítani az egészségügyi kockázatok kezelését is, és a gazdasági válság korlátok között tartását. De egy évvel ezelőtt is nagyjából ilyenkor ültünk itt először talán, és akkor is arról volt szó, hogy hurrá optimista jóslatokhoz képest én voltam a borulátó, és én voltam a pessimista, aki azt mondtam, hogy azért óvatosan bánjunk a lehetőségekkel, meg az esélyekkel, mert alakulhat ez rosszabbul is. Hát a tavalyi év az rosszabbul alakult, és egyelőre csak az átoltottság növekedésével kapcsolatban fogalmazódnak meg olyan remények, hogy az idei az második fél évben talán már jobban sikerülhet. Matolcsy György egy évvel ezelőtt is arról beszélt, hogy szinte meg sem kottyan, hát 3-4%-os lesz a növekedés, aztán lett mínusz sok. Hol így számolják, hol úgy számolják nagyjából. Ilyenkor még nincsenek egyébként végleges GDP. Igen, tehát most egyelőre ott tartunk, hogy ilyen mínusz 6% körül lehet. Ez azért 10%-os eltérés. Ez egy bankelnöktől nem kevés. Most, amikor azt mondja, hogy 3-4%-os lesz az idei növekedés, erre mit mond? Én azt gondolom, hogy ez is túlzó, de fontos hozzátenni, hogyha a legnagyobb elemzőházaknak a elmúlt egy évi teljesítményét nézzük, ott is azért nagy a szórás. Tehát ezt tavaly ilyenkor is elmondtuk, hogy ez most egy olyan válság, aminek borzasztó nehéz modellezni a paramétereit, mert nem gazdasági pénzügyi adottságokból fakad, hanem olyan egészségügyi folyamatokból fakad, aminek nem tudjuk megmondani, hogy mikor, hogyan lesz vége, mikor várható enyhülés, és annak milyenek lesznek a gazdasági hatásai. Tehát annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy a urám optimista jóslatok már a kiadásuk időpontjában is furcsának tűntek tavaly, azt hozzá kell tenni, hogy óriási a bizonytalanság minden irányba. Azt mondja, hogy az elmúlt egy év kevés volt ahhoz, hogy megtanulják a gazdasági irányítói, igazából, meg a politikai irányítói, hogy igazából mik a legjobb döntések. Igen, mert még mindig egészségügyi jellegű a kérdés, és az alapkérdésekre is borzasztó nehéz válaszolni. Milyen hosszú távú védettséget ad az oltás? El fog-e tudni tűnni teljesen a járvány? Lesznek-e még idején évvégéig tartó korlátozások? Igaz ez az állítás, hogy az oltás az attól véd, hogy a konkrét ember ne kerüljön súlyos állapotba, de attól nem, hogy a fertőzést elkapja és továbbadja. Ezek mind olyan kérdések, amik aztán a járvány kezelését befolyásoló egészségügyi intézkedéseket meghatározzák, és az egészségügyi intézkedések meg meghatározzák a gazdaság mozgásterét és lehetőségeit. Na de, olyan ez a gazdasági állapot, mint most keresek egy hasonlatot, mint a ló, amikor visszafogom, és aztán hirtelen eleresztem, és akkor robban, és akkor mindent visz. Nem, mert közben én is adok. Összeomlott a gazdaság, vagy éppen a kirobbanásra vár? Nem, bár a kirobbanásra, ez szerintem maximum részben és korlátozott mértékben lehet igaz. Tehát nem csak visszafogom a lovat, de én is adok neki. Tehát amikor majd elereztem, akkor tántorog a következő etetésig. Tehát azért arról van szó, hogy nagyon sokan felélték a tartalékaikat, nagyon sok helyen egyszerűen modellt kell váltani, embereket kellett elbocsátani, azokat újra fel kell venni. Tehát nem arról van szó, hogy itt most óriási tartalékokat halmoztak volna fel a vállalkozások, és amikor majd hirtelen nyitni lehet, akkor mindenki önteni fogja a beruházásokat a piacokra. Nyilván az állam egyébként nagyon sokat költött, és ez is a dolga ilyen időszakban, de az egyelőre arra volt elég, hogy visszafogja a válsághatásokat, nem arra, hogy brutális fejlesztések indultak volna el, ami majd gazdasági robbanást eredményez. Akkor miből lesz a pillanatok alatt helyreálló gazdaság, amit Matolcsy György ígér? Tehát az elmúlt évszázad leggyorsabb
helyreállása következik? Hát miután egy nagyon gyors zuhanás jött, minél mélyebbről indul a helyreállás, annál gyorsabb tud lenni, ez mindig így van. De hát az csak a matek, tehát számokkal lehet bizonyítani, de az érzületem nem feltétlenül az, mert én nem is fogom érezni. Nem, de 2021-ben szerintem a járvány előtti szintre nem fog tudni visszakapaszkodni nominális GDP tekintetében a magyar gazdaság, ez inkább 2022-re várható, de ez azt jelenti, hogy 2022-ben lehetünk ott, ahol 2020 elején voltunk, ami még mindig nem azt jelenti, hogy óriási fejlődés indult meg, csak a hátrányunkat dolgoztuk le. De miután mindig bázis hatással számolunk, tehát a 2021-es növekedést a 2020 teljes évéhez fogjuk hasonlítani, 22-t meg a 21-hez egyébként százalékosan lehet úgy számolni majd, hogy szép GDP növekedés lesz, de valójában teljes kibocsátásban, tehát a gazdasági teljesítményben 22 előtt nem fogunk elérni a járvány előtti szinthez. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, ugye most startup cégek finanszírozásával, megtalálásával, finanszírozásával, talpra állításával, elindításával foglalkozik. Nekik, többek között, mondom, leegyszerűsítem. Nekik jól jött ez a korszak, idézőjelben is elnézést érte, azt mondom, hogy bárkinek ez öröm, nyilván nem, de a startupok új megoldásokat keresnek. Jó, senkinek nem jött, de van olyan típusú technológiai vállalkozás, akinek eddig a különböző innovációit azok mondjuk úgy, hogy kényelmi alapon vették igénybe az ügyfelek, legyenek azok magánszemélyek, vagy legyenek azok cégek, akik megoldásokat vásárolnak, és ez a válság ez most gyakorlatilag kényszert teremtett, és felgyorsított bizonyos folyamatokat. Vannak olyan cégek, akik ha mondjuk vállalati belső online kommunikációs rendszert fejlesztettek, most 10-szer annyit adtak el belőle, mint korábban. Nyilván erre van most igény. De ez egyúttal egy technológiai robbanás is? Ez egy kikényszerített technológiai fejlődés, hívhatjuk robbanásnak, de inkább egy felgyorsult átalakulási folyamatnak, egy felgyorsult digitalizációnak hívnám, amikor mondom nem kényelmi, hanem szükségszerűségi szempontok gyorsítanak fel változásokat, de azért, hogy ne tűnjön úgy, hogy bárki ennek simán nyertese egy ilyen időszaknak, azért egy ilyen cégnél is probléma az, hogy egyébként a saját kollégái milyen egészségügyi állapotban vannak, hogy dolgoznak, meg tudják-e szervezni a munkát egyébként, a felfokozott igényeket tudják-e teljesíteni, honnan jutnak finanszírozáshoz, stb. Tehát egyébként semmelyik cégnek nem fenékig tejfel a mostani időszak, de valóban vannak olyanok, akik nem jártak annyira rosszul, mint mondjuk a turizmusban, a vendéglátóiparban, a rendezvényszervezésben dolgozók, ahol meg egyszerűen nincs mit csinálni. Hát ez teljes összeomlás, persze. Megváltozik a gazdaság működése a járvány után? Gondolok kifejezetten a digitális megoldásokra, a másfajta gondolkodásmódra, az irodaházak kiürülésére, az otthoni munkavégzés támogatására, és számtalan ilyen dologra, ami nyilván egy másfajta gondolkodást is igényel. Igen, minél hosszabb ideig tart ez az időszak, annál több változás marad tartós. Tehát, hogyha 2-3 hónapig tartott volna ez az időszak, akkor azt mondanám, hogy nincs érdemi hatása. De most már azért az irodaház bérleti szerződések is átalakultak. Az otthoni munkavégzés, a rugalmas munkavégzés is sokkal inkább tartós szokássá vált. A bevett digitális technológiákat is most már szokásszerűen használják nagyon sokan, tehát ebből sok meg fog maradni. Nem gondolom, hogy az oktatás az digitális alapon fog működni, tehát továbbra is biztos, hogy személyes jelenléttel fog működni, de mi például az igazgatósági üléseinket egy éve digitális úton online tartjuk, egyébként egy csomó plusz előnnyel, sokkal könnyebb megszervezni őket. Például el tudom képzelni, hogy mi ezentúl is így fogjuk tartani, még akkor is, ha majd lehet személyes találkozókat szervezni. Ugye világcégeknél mondják, hogy már fel sem merül, hogy utazni fognak egymáshoz különböző tárgyalásokra, hát hiszen arra vannak a különböző digitális eszközök, hogy ezt megoldják. Ez így van, tehát amikor egy tárgyalás pusztán információcseréről szól, most, amikor egyébként üzleti tárgyalásokat Budapesten folytathatnánk, még itt is tárgyaló partnerekkel abban maradunk, hogy fölösleges a városban utazással tölteni az időt, ezt meg tudjuk oldani most már mindenki által megtanult online csatornák útján. Amikor egy üzleti tárgyalás arról szól, hogy meg kell győzni egymást, prezentálni kell dolgokat, amiket a másikkal el kell fogadtatni, figyelni kell, hogy hogyan reagál, egymás magatartását akarjuk befolyásolni, az nem gondolom, hogy egyébként hosszú távon online. Pont ezt akartam felvetni, hogy az üzleti élet azért az nagyon sok szempontból ki van szolgáltatva a személyes viszonyoknak. Így van, tehát vannak olyan tárgyalások, amik nem fognak tudni sikeresen működni személyes találkozó nélkül, de a tárgyalások egy jelentős része nem igényes találkozott, ahol már a döntések megszülettek, ahol már az egymás meggyőzése megtörtént, és egyszerűen csak mondom, információkat kell cserélni egymással, ott valószínűleg sokkal kisebb arányban lesznek személyes. Lehet, hogy ez a felszín, amit én most itt kapargattam ezzel. A mélységben szintén lesznek változások? Tehát a gazdaság struktúráját hogy látja?
alakul, és át kell alakulni a struktúrának a járvány hatására és a megújuló technológiák hatására? Át kellene alakulnia. Én azt gondolom, hogy egyébként a magyar gazdaság számára ez egy fontos tanuló időszak is egyben, hogy látni kell, hogy az összeszerelő üzemek gazdasági teljesítményre alapuló gazdasági modell egyébként legalább annyira sérülékeny, és ehhez képest az innovatív technológián alapuló gazdasági növekedés az micsoda tartalékokkal bír, tehát ez fontos tanulság Magyarország számára is. Azt gondolom, hogy ennek a járványnak kell, hogy legyen olyasfajta tanulsága is, ami jövőben gazdasági növekedést segítő hatással bír. Biztos, hogy lesznek változások nemzetközi ellátási láncokban. Az autóipar működésében, ennek ugye Magyarország meglehetősen ki van szolgáltatva a technológiai szektornak a lehetőségeiben. Hát én bízom benne, hogy ezt leginkább meglovagoljuk majd. Az államnak jobban mélyebbre kellene nyúlni a zsebében, vagy bőségesen költött itt az elmúlt egy évben? Ennél mélyebben szerintem az állam nem tud a zsebében nyúlni. Az elmúlt időszak válságkezelése az akkor az államadóság növekedéssel járt, hogy a jelenlegi államadóság az visszaért a 2010-es szintre. Ugye 2010-től kezdődően gyakorlatilag akkora pénzbőség volt az egész világban, hogy az a magyar államadóságnak egy jelentős csökkenését is okozta. Most ez egy év alatt visszakerült oda, ahol amennyi 10 év alatt lecsökkent, úgyhogy itt az nyilvánvalóan könnyen kimutatható, hogy az állam rengeteget költött. Az később fog kiderülni, hogy ez a költés ez mennyire volt hatásos. Az állam nagy részt egyébként vállalkozásfejlesztése, beruházások támogatására, gazdaságfejlesztése költött, tehát azt a logikát követte, hogy nem veszteségeket kell pótolni, hanem új fejlesztéseket kell indítani ebben az időszakban, ami egyébként egy vállalkozói logika, mi a cégeinknél is ezt csináljuk, tehát azt mondjuk, hogy nem a helyzetet kell konzerválni, és alámerülni, és levegőt visszatartani, és túlélni, hanem megnézni, hogy akkor milyen irányba kell fejleszteni a jövőben, és arra kell költeni a forrásokat. Az állam egyébként ezt csinálta, hogy ezt jól költötte el, és ebből lesz a később növekedés, ezek jó beruházások-e, az később fog kiderülni. Én ezekkel kapcsolatban mondom mindig el, hogy a nagyon hagyományos korábbi technológiákon alapuló termelő beruházásokkal szemben, vagy amellett azért az innovációba, technológiába is kell forrásokat mozgósítani, mert azok lesznek a jövő kitörési pontjai. Végezetül azt hogy látja, már említette a 2010-es helyzet visszatérését az államadóság tekintetében. Ugye ott kellett 8-10 év ahhoz, hogy ezt oda küzdje le az Orbán kormányzat, ahova leküzdötte. Megint kell majd 8-10 év hozzá? Vagy ez a visszapattanás a gazdaságban erre éppen jó lesz, hogy ne így legyen? Ne, akkor át nem tud visszapattani a gazdaság, hogy az a nominál, vagy a GDP arányos államadóságot hirtelen elporlasszat. Tehát ez egy hosszú munka lesz ennek a mostani adósságszínnek a kezelése. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást.